Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió 18 óra és szerda esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! Új akciótervet jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök. 30 évig irányította Királyhegyest Horváth Lajos. Labdarúgással indították Makón az idei diákolimpiát. Az új semleges magyar gazdaságpolitika új eszközöket is igényel, fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök a parlament hétfői ülésén napirend előtti felszólalásában arról beszélt, hogy ezeket az új eszközöket folyamatosan vetik be az elkövetkezendő hónapokban és években. A cél az, hogy ütemesen tudjon növekedni Magyarország gazdasága. Orbán Viktor parlamenti felszólalásában ismertette a kormány által elképzelt gazdasági akciótervet. A magyar gazdasági növekedés ütemét a 3-6% közötti sávba kell emelni, fejtette ki a miniszterelnök. Hozzátette, ezt akkor is meg kell tenni, ha Európában, Magyarországon kívül más nemzetnek ez nem sikerül. Hazánk már most is az Európai Unió első feléhez tartozik a gazdaság növekedésének üteme alapján, de ez jövőre kevés lesz, emlékeztetett. Az első akcióterv intézkedései már helyet kapnak az önök elő hamarosan benyújtandó költségvetésben is. Diák hitelhez hasonló munkáshitel, tőkejuttatás a kis- és középvállalkozóknak, a 13. havi nyugdíj állandósítása, a gyermekek után járó adókedvezmény megkétszerezése, ezek lesznek az új gazdaságpolitika első lépései, amelyek lendületet adnak a gazdasági növekedésnek. A kormányfő kiemelte, nem valamiféle szocialista időket idéző reformcsomagra vagy nagyugrásra van szükség, inkább egymást követő és egymásra épülő iparpolitikai, vállalkozásfejlesztési, pénzügyi akciótervekre. Minden a magyar emberek érdekét, biztonságát, jólétét, egészségét veszélyeztető szankcióval szemben megvédjük Magyarországot, fejtette ki. Magyarország kormánya nemzeti kormány, tehát szükségszerűen szuverenista is, mondta Orbán Viktor. Fontos és szép dolog a nemzetközi együttműködés, de mi tudjuk, hogy valójában csak magunkra számíthatunk, tette hozzá végül. A Bárka református óvoda életében már hagyományosnak számít a családi nap. Ez a közelmúltban sem volt másként. A gyerekeket és a szüleiket az óvoda munkatársai egy rövid előadással lepték meg, majd sorverseny keretében ügyességüket is összemérhették a csapatok. A Bárka vándorkupát most a szivárvány csoport emelhette a magasba. A szeptember végi családi nap mind a gyerekek és a szülők körében is népszerű programnak számít a makói Bárka református óvodában. A rendezvény célja, hogy minőségi időt töltsenek együtt az odajáró kicsik és hozzátartozóik. A kis csoportosok pedig még közelebb kerüljenek az óvodai élethez, szüleiknek pedig remek alkalom a kapcsolatépítésre, ismerkedésre. Azt gondolom, hogy mindenféleképpen nagyon fontos az óvoda és a család közötti kapcsolat. Építés, mert hogy nagyon fontos, hogy közösen együtt érezzük jól magunkat, hogy ismerjük egymást, hogy együtt tudjunk lenni, hogy a gyerekek ugyanúgy a szüleik és az óvónénik, a pedagógusok és a dolgozók között is megtalálják a biztonságot. Az eseményt mindig nagy készülődés előzi meg, ugyanis hagyomány már az is, hogy ilyenkor egy-egy bibliai történettel készülnek az óvónők, ami fontos üzenetet hordoz magával. A Noé bárkája történetét fogjuk megeleveníteni. Nagyon izgatottak vagyunk mi is, hogy tetszene a gyerekeknek, de annyit készültünk rá, hogy ez másképp nem is lehet. Köszönöm Istenem, hogy gondot viselsz rólunk. Köszönöm, hogy mindannyian értékesek vagyunk, és így tud ilyen csodálatos és színes lenni a világ. A legfőbb üzenete a történetünknek az, hogy mindannyian ugyanolyan értékesek vagyunk. Nincsenek különbségek Isten szemében. Régen történt ez az eset, egy a biztos, hogy megesett, hogy a nyúl és a róka együtt szálltak egy hajóba. Köttetett ott egy szövetség, az Úr és Noé, ők kötötték szövetséget egy hajóra, na ebbe ment be a nyúl és róka.
A zenés produkció után az óvodával szomszédos sportpályán folytatódott a program, ahol a csoportoknak sorversennyel készültek. A kicsik és a felnőttek is egyaránt kivették a részüket a feladatokból, például, hogy ki tud gyorsabban megágyazni, egyensúlyozni és karikát vezetni kötélen. A jó szórakozáshoz minden adott volt, ami nem is maradt el. Rócsa Hajnalka már nem először vett részt az eseményen, ugyanis nagyobbik lánya is bárkás volt. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó ez a család. Nap, több szempontból is, mert egyrészt a szülők és a gyerekek is együtt játszanak, ez szerintem a legfontosabb, és másrészt pedig a szülők is jobban megismerik egymást a gyerekekkel, és a szülők is a szülőket. És ez egy ilyen hatalmas játék itt, és ezt mi imádjuk. A nap végén minden csapat egy-egy édességkosarat kapott. A legügyesebb idén a Szivárvány csoport volt. Ők gyűjtötték össze a legtöbb pontot, így a Bárka Vándor kupát is ők emelhették a magasba. Három évtized után átadta a hivatalát Királyhegyes első embere. Horváth Lajos 1994-től 2024-ig irányította a községet. A leköszönő polgármester televíziónak elmondta, ebben a 7 ciklusban óriásit fejlődött a falu. Bevezették a vezetékes gázt, nincs földes utcájuk, valamennyi intézményt korszerűsítettek és újat is kialakítottak. Horváth Lajos szeptember 30-áig vezette Királyhegyest. Egy fél ember öltöt töltött a hivatalban, 30 éven át volt polgármester. Stábunknak elárulta, elsőként 1990-ben indult a helyhatósági választáson, de akkor mindössze 2 szavazattal maradt rá az ellenfelétől. 1994-ben viszont már fölényesen nyert, és ezt követően 7 cikluson keresztül tudta folytatni mindig a munkáját. Ez alatt a hosszú időszak alatt látványos fejlődésen esett át Királyhegyes. Bármerre még a faluban, tehát bármelyik pontját nézem, mindig valami fejlesztés jut eszembe. Tehát tagadhatatlan, tehát az iskolától, az óvodától, a műfáztól, a hivataltól, az orvosi rendelőtől, a ravatalozótól, tehát minden egyes részt valamilyen szinten, illetve a teljes egészében benne volt az önkormányzat, és fejlesztettük. Tehát minden megújult. Buszmegállótól kezdve az utak, járdák. A polgármester hozzátette a községben, de a kistérségben is szinte mindenki tudta róla, hogy munkamániás és emellett szociálisan is nagyon érzékeny. Ennek a két dolognak is köszönhető az, hogy mindig meghallgatta a lakosok igényeit, és megpróbálta a kéréseiket teljesíteni. Maga döntött úgy, hogy nem méretteti meg magát többször, úgy érzi, eljött a pihenés ideje. Az sem elég, és az ember 70 éves, tehát azért ezt is figyelembe kell venni, egy újabb ciklus, nem már 75 éves lennék, tehát nem szeretném azt megérni, hogy mások mondják, hogy tulajdonképpen már nem alkalmas erre a munkára. Tehát még józan belátással tud az ember gondolkozni, addig kell ezeket a döntéseket meghozni. Horváth Lajos egy nagyon jól működő önkormányzatot hagyott az utódjára és az új testületre. Az idén is 2 jelentős beruházást sikerült neki és a képviselőtestületnek befejeznie. Az egyik a 200 millió forintos csatorna korszerűsítés, a másik pedig egy új szociális intézmény építése. A régi iskola épületet alakították át alapszolgáltatási központtá, szeptemberben volt a műszaki átadása, az intézményt most rendezik be, és hamarosan meg is nyitják. Nyílt napot és állásbőrzét tart szombaton a Csongrád Csanád vármegyei rendőr főkapitányság Szegeden. A látogatók rengeteg izgalmas programban vehetnek részt, illetve nyereményjátékkal is várják az érdeklődőket. Az eseményről részletesen Vad Róbert sajtószóvivő beszélt televíziónknak. Október 5-én 9 és 15 óra között várják az érdeklődőket Szegeden a Hunyadi téri kiképzőközpontban, ahol bepillantást nyerhetnek a rendőri szakmába és a bűnmegelőzésben résztvevők mindennapjaiba, mindezt interaktív módon. Az esemény céljáról Vad Róbert mesélt stábunknak, aki kiemelt néhány programot is a rendkívül hosszú listából. A rendezvény célja, hogy statikus és dinamikus bemutatókkal betekintést nyújtsunk a rendőrök mindennapjaiba, ezáltal közelebb hozzuk az érdeklődőket a rendőrség munkájához, és lehetőséget kínálunk a rendőrség járműveinek és technikai eszközeinek a megtekintésére is. A nyílt napra kilátogatók megtekinthetik többek közt a közterületi támogató osztály bemutatóját, kutyás bemutatót, kipróbálhatják a biztonsági szimulátort, megfejthetik a szabaduló szobában található feladványokat, és a készenléti rendőrség zenekarának műsorát is meghallgathatják. Továbbá állatsimogató, előzetes egészségügyi és pszichológiai alkalmassági vizsgálat, pódiumbeszélgetés várja a látogatókat. Emellett nyereményjátékon is részt lehet venni, amelyhez értékes jutalmakkal készülnek.
A rendezvény látogatása helyszíni regisztrációhoz kötött. Labdarúgásban mérték össze tudásukat a Makó Arénában az általános iskolák harmadik és negyedik osztályosai. Kovács Gábor sportszervező televíziónak elmondta, a 2024-2025-ös tanév diák olimpiai küzdelmeit indították el. Az őszi, illetve a tavaszi fordulókban számos sportág szerepel még a palettán. A cél az, hogy minél több diák megszeresse a rendszeres testmozgást, a makói kistérség legjobbjai pedig a Csongrád Csanád vármegyei döntőbe juthatnak be. Több évtizedes hagyománya van az országos diák olimpiai sorozatnak, melyben a makói és a kistérség iskolái is a kezdetek óta részt vesznek. Kovács Gábor sportszervező stábunknak kifejtette, az idei szezont a labdarúgással nyitották meg, melyen makói, csanádpalotai, apátfalvi és pitvarosi gyerekek fociztak. A későbbiekben lesz még röp és kézilabda, valamint mezei futás is. A sportszervező hozzátette, egyre népszerűbb a diákok körében ez a versenysorozat. Testnevelőknek is azért ez egy motiváció, tehát nem csak úgy foglalkozok a gyerekkel, hogy leosztályozzák, hanem tényleg itt fel tudják mérni azt is, hogy az őszi eredmények után a tavaszi edzésekkel hogyan tudnak majd előrébb kapaszkodni, azok a hiányosságok, amiket esetleg egy órákon majd, illetve tömegsportfoglalkozásokon be kell majd pótolni. Hát meg az a legfőbb mondani való, tényleg, hogy a közösségépítés, egymásért küzdenek a gyerekek, sportolunk jó időben, vagyunk friss levegőn. A makói Szikszai György református általános iskola, óvoda és bölcsöde csapatai is rendszeresen indulnak ezeken a megmérettetéseken. Mezei László testnevelő tanár elárulta, váltakozó sikerre teljesítenek a tanítványai, de a fő cél az, hogy megkedveljék a testmozgást. Egy év adták át az oktatási intézmény új tornacsarnokát, melynek köszönhetően egyre több sporták között választhatnak a gyerekek. Jelenleg a gyerekek többfajta sportot tudnak kipróbálni, vagy űzni, ha más szóval mondanám. A labdarúgás mellett most elkezdtük a röplabdával foglalkozni, ez még csak most esi órák kereteiben egyelőre, versenyszerűen és edzésen szertorna, és atlétika edzések zajlanak jelenleg. Szikszai, 1-2-3! Szikszai! A diák olimpia keddi foci tornájának Szikszai csapatát erősítette Kothenc Ádám is. A 9 éves fiú kedvenc sportja a labdarúgás és a Manchester City-nek szurkol. A példaképe Cristiano Ronaldo, mert nagyon technikás játékosnak tartja. Ádám védőként játszik, de már nagyon sok gól köszönhető neki. 2 éve focizok az iskolába is, és azért ezt a sportot választottam, mert szeretnék. Az edző választotta, hogy védő vagyok, és azért, mert azt gondolja, hogy én jó védő vagyok. Október 8-án a mezei futással folytatódnak a térségi diákolimpia küzdelmei. A verseny helyszíne a Makó Aréna lesz, ahol a különböző korcsoportoknak eltérő hosszúságú távokat kell teljesíteniük. Az őszi és a tavaszi fordulók lebonyolítását követően a tanév végén a hagymatikumban rendezik meg a díjátadó ünnepséget. Érkezzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Új akciótervet jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök. 30 évig irányította Királyhegyest Horváth Lajos. Labdarúgással indították Makón az idei diákolimpiát. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Ez volt az október 2-ai szerda esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!